A Magyar Taekwondo Szövetség támogatója a KVON. Sportosat. Irodónk vendége Kis László, a Vasas egykori 33-szoros válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Most igen. Ezt emeltem ki, és nem az, hogy az MLS utánpótlás és női bizottságban dolgozó, tevékenykedő szakember, mert ugye ott is ott vagy, sőt, igen. Ugye vastagon ott vagy. Már csak azért is, mert ugye a Vasas az NB2-ben ugyan, de már az ére állt a táblázaton. Gondolom, örül a szíved. Természetesen. Hát egyrészt láttam a mostani, sőt az első mérkőzést, ott a helyszínen kint voltam. Ugye most idegenben Siófokon volt a találkozó, viszont a televízió adta még pénteken. Megnéztem a találkozót. Kommentekben is beleolvastam már, mint a Vasas szimpatizánsoknak a kommentje, és hát ők már meg is nyerték a bajnokságot, nem is kell lejátszani a hátralévő 28 fordulót. Természetesen nem ilyen egyszerű, és ugye belegondoltam, én jó magam nagyon, hogy így mondjam, racionálisan gondolkodó ember vagyok. Ezt nem mindig szeretik a sportban, mert azt szeretik, hogyha valaki ott a felegekben van, és azt mi elérjük, és azt mi úgy vagyunk, csinálni nekünk, ez nem gond, stb. Ezt szeretik, hogy így mondjam, nézők, meg néha talán még a vezetők is. Lényeg az, hogy hát én azt mondom, hogy kicsit túl jó indultunk, tehát ezt egy olyan kétkedve fogadom, talán nem jó a szó, azt, hogy most idegenben mi tudtunk egy 5-1-es győzelmet aratni. Ráadásul a mérkőzés is olyan volt, hogy eleinte rúgtunk egy pár gólt, és utána, hogy majdnem azt mondanám, hogy annyival nem is voltunk jobbak. Most ez mindig fölmerül az, hogy egy jó kezdés ugye végigviheti a lendület, hogy így mondjam, az egész őszt. A másik pedig az, hogy hát általában az ilyen hosszú távú eredményeknél mindig az, hogy aki a hátulról jön, tehát az szokott végén nyerni. Mindenesetre azért azt áruljuk el, hogy ez nagyon biztató ez a két. És ráadásul ne felejtsük el, hogy két olyan csapatot vert meg, akiknél szintén cél az NBA-be jutás, tehát a Gyirmót és a Siófoknál is, tehát nem az van, hogy egy vegetáló NB2-es klubról beszélünk. Így van, nem nagyon néztem meg az összeállításokat, már összehasonlítva a tavalyit és az idejét a másik két klubnál, tehát nem a Vasasnál. Elmondható nagy valószínűsége, hogy a Siófoknál nagyon sok változás volt, ők mindig azt csinálják, igen. És azért a végén azért valahova odaérnek. Volt, amikor a feljutásért, volt, amikor csak az első ötbe, hogy így mondjam. A Gyirmót esetében szerintem ott maradtak, ott nagyon jók a körülmények, és ha jól emlékszem, nem is akarok azért, talán tavaszi elsők voltak, vagy legalábbis nagyon ott voltak, nagyon együtt volt a csapat, és megmondom őszintén, viszonylag egy egész sima mérkőzésen nyert a Vasas, tehát az jó volt látni. Igen, igen. Aztán most a Gyirmót is nyert, ugye, 4-0-ra, tehát csak úgy utána persze, már... Persze, tehát ennek azért maradjunk annyiba, hogy van egyfajta jelentősége, igen, igen. Ugye? Tehát nem ilyen... egy kutyaütő csapatot. Nem, tehát az biztos, hogy nem egy felkészítetlen csapatok ellen nyert a Vasas, erről szó sincsen. Idegenben meg minden, én azt mondom, hogy ahol 5 gólt tud rúgni egy csapat, az teljesen rendben van. Így tehát van. Azért ne essünk kétségbe azért, mert a Vasas 2 győzelmet aratott az első 2 fordulóban. Jó, te, mint olyan ember, aki 2 lábon áll a földön, mit mondasz, mit üzensz a Vasasnak, a labdarúgó csapatnak? Hát azt, hogy ebben mindig vannak veszélyei is. Tehát azért nehezen indult, de aztán 2 ellentétes mérkőzést láttam. Tehát az elsőt ugye otthon. Az egy kicsit nehezen indult, és a vége, maradjunk annyiba, hogy olyan biztos siker volt. Ez meg olyan túl jól indult. Uh-huh. Tehát na most, mint edzőként mondom ezt inkább, és aggódó szurkolóként a Vasas felé, hogy ez egy kicsit mindig, és mint volt játékos, és kicsit elaltatja az embert. Tehát van egyszer egy sikerélmény, van egyszer egy önbizalom, a másik oldal, mert hát most jön a következő, bár azt mondom, hogy most idegenbe mennek. De nem akárkihez mennek, a 0 pontos Balanzújvároshoz mennek, tehát így van. Lehet, hogy ez egy jó időben jövő ellenfél? Tehát most itt kiderül, hogy most valóban már úgy vagyunk, hogy már csak a meszt visszük ki, most itt kiderülhet ezen a mérkőzésen. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan mérkőzés lesz, ahol nem is annyira futballozni kell, hanem küzdeni kell. Tehát, mint említettem az előbb, hogy az első mérkőzést egy ilyen
játszott a Vasas, és aztán a végén biztosan nyert, a másik túl könnyen jött az eredmény. Most én úgy gondolom, hogy ez a harmadik mérkőzés, ez azt fogja megmutatni, hogy előbb-utóbb, ez természetes, hogy bekövetkezik mindenki, amikor meg kell küzdeni egy bizonyos gólért, egy bizonyos eredményért, ráadásul ugye egy olyan csapat ellen, amelyik tavaly egész jól szerepelt, egészen az utolsó, nem tudom, hogy 7-8 forduló, amik érdekes, mert egy volt Vasas játékost cseréltek le, mint edzőt, hogy így mondjam, egy másikra, és utána az a szereplés már igen gyengére sikeredett, de megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy a Balmazóinváros mennyire és hogyan erősített. Általában az utóbbi időben én úgy tudom, hogy nem az élvonalból erősítenek, igen, hanem lentről. Szóval akkor most jó Vasas szurkolónak lenni, ugye? Én biztos vagyok benne, és amit én tapasztaltam is az első mérkőzésen, jó, az első az mindig egy ilyen várakozással teli, viszonylag nagyon nagy közönsége volt a csapatnak. Annak ellenére tegyük hozzá, hogy előtte Diós Györgytől kapott ki otthon, a Fáy utcában. 4-0 vagy mennyire, azt a mérkőzést nem láttam, nem is akarom, most pontos az eredmény, de olyan simának tűnő vereség volt, így van. És itt a Fáy utcában. És a Fáy utcában volt, így van szerdán. Egy kicsit úgy féltettem is a csapatot, hogy mi lesz itt az első fordulóba. Picit ideges is volt a csapat, ezt lehetett látni, tehát aztán jött az eredmény. De ennek ellenére én meglepődtem, hogy mennyi néző van. Én már ezelőtt Vasasban voltam utánpótlásnak kétszer is, mint edző, és én már akkor mondtam ott vezetőknek is, hogy hát sokkal jobb lenne, hogyha fölkészülnénk egyfajta MB2-re. Tehát ezt meg lehet csinálni, és a közönség is szerintem nagyjából maradna, és ez nagyjából most ez be is bizonyosodott. Tehát, hogy a győzelemre jönnek, illetve azért, hogyha egy olyan stratégiát is választanak, amelynek egyértelműen az van, hogy nincsenek külföldi játékosok, vagy próbálnak a saját utánpótlásba, ami mint utánpótlással foglalkozó szakember elmondta, hogy a Vasas utánpótlása azért teljesen rendben van, tehát jönnek ki onnan fiatalok, és azokat megpróbálják beépíteni, akkor én úgy gondolom, hogy ez egy olyan út, amely akár követendő lehet más csapatok számára is. És eredményes is lehet, mint ahogy látszik. A tavasz, és most ez az első két forduló, messze menő következés, mi nem mondjuk. Milyen érdekes, nézőknél ragadva, most ugye tegnap este játszották a Debrecen haladás mérkőzést, de gyanítható, hogy még foglalkozni fognak azzal, hogy ebbe a szuperstadionban lézengtek a nézők. Igen, hát a Debrecen ugye most kicsit szerényen szerepel, maradjunk ugye ennél a megállapításnál. Én úgy gondolom, hogy csalódottak is a szurkolók. Valahol még azt várták el szerintem a csapattól először, hogy legalább ugye kerüljenek újra ugyanúgy be a BL-be csoportmérkőzésre, mint ahogy egyszer már bekerültek. Utána pedig, hát akkor legalább az Európa kupába. Na most, hát ott is azért, ugye azt mondom, jól tudom, szerdán játszanak. Ugye, csütörtökön, meleg a pite. Így van, mert azért 3-1-re kaptak ki. Tehát én úgy látom, hogy ott most egy kicsit felbillent, és a nagy sikerek egy kicsit árnyékba tették a mostani eredményt. És látod, itt is látod, mi kell? Az eredmény kell. Ha az, aki jön a néző, nem a stadion. A mai kommentek ugye legalábbis ezt írják, hogy hiába jó stadion, hiába a szép körülmények, ha a csapat nem játszik, jó, nem győz, akkor nincs néző. 3500 nézőt írnak, és abban a 22 000-es stadionban ott nagyon-nagyon kevésnek tűnt. Hát viszont, 10%. Viszont a fütyszó nagyon jó hallatszott. Ugye olyan az akusztikája, úgy van megcsinálva, akár csak a Fradi pályája, most már jól lehet mindent hallani. Nagyon élesen lehetett hallani, főleg az első fél időben a fütyszót. Igen, hát ez az üres stadionban a fütyszó hallatszik. Sőt, más is hallatszik, esetleg az edzőknek a bekiabálása is, ugye? Amikor teltház van, ott nem érdemes nagyon kiabálni. Én ezért szoktam azt mondani, hogy a Sir Alex Ferguson mondom, hogy Magyarországon nem hiszem, hogy beférne a bármilyen edzők közé, mert Magyarországon divatos az, hogyha valaki láthatóan szurkol a kispadon is, hogy ő mennyire akarja az eredményt. Ferguson meg ugye ott ült, vezető ugye, ott rágózott ugye halál nyugodtan. Ugye emlékszem rá, amikor 0-1
2-1 volt, és a 90. percben a BL döntőben is nyugodtan rágógumizott, amikor ugye manapság itt már az többes, legalábbis a magyar edzők többségét az egyszerűen megőrítette volna, hogy miért nem csinálja, és nyertek 2-1-re. Tehát úgy néz ki, hogy nem ettől. A lényeg az, hogy valóban ilyenkor nem is jó futballozni sem, valljuk be őszintén, tehát egy nagy stadionban. Az, hogyha egy félház van, akkor az már teljesen rendben van, én úgy gondolom. Én azt is gondolom, hogy azért az a stadion az megfelelő nagyságúra sikeredett, és az szépen majd helyre fog állni, hogy így mondjam, tehát ennek a háromszoros nézőszámnak be kell, hogy álljon. Az ki lesz 10 000 néző? Lesz standardben? Hát, Debrecenben? Én azt mondom, hogy abszolút nem tudom most a jegyárakat. Nagyon kényes téma. Igen. De azt is tudni kell, hogy ilyen stadionok a fenntartása, tehát egyrészt ugye jogos az igény, másrészt pedig jóval drágább. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, és ehhez bizony a nézőknek is hozzá kell járulniuk. Hát ez itt kérdés, hogy ez most fél év alatt biztos, hogy nem fog fölmenni. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon igen. Mi újság az utánpótlásnál? Kihevertük már ezt a Európa-bajnokságot, ezt a hazai EB-t? Hát mi azóta ugye nem találkoztunk. Hát nagyon szurkoltunk, és messze nem úgy sikerült. Nem is az eredmény, szóval minimális célkitűzés, ugye, gyakorlatilag az úgy rendben volt, de hát percenként forgott veszélyben az is, hogy esetleg nem úgy sikerül. Nem is ez különösebben nem is érdekes, mert ez már egy olyan korosztályról az eredmény az érdekes, a többit zárjuk le, de nem mehetünk el szó nélkül, én úgy gondolom, hogy én nem beszéltem a Gézáékkal, hogy így mondjam, hogy most éppen ők ezt hogyan elemezték, biztos, hogy megtörtént ez. Én nekem ami nem tetszett, inkább az, hogy a játékosoknak a formája. Tehát gyakorlatilag én azt nem mondhatom azt, hogy most X vagy Y vagy Z vagy Z, az fantasztikusan játszik, de a többi egy gyengé. Talán azt lehet mondani, hogy egy játékos. Tehát itt azért én megvizsgálnám az egyéb dolgokat, hogy mi hogy sikerült, és hogy ezt a hibát ne kövessük el. Én úgy láttam, az nem lett kihozva maximum a gyerekekből. Tehát több lett volna ebben a magyar csapatban? Nem eredményben lett volna több, hanem a játékban, meg az egyéne. Én a Varga Szabin kívül bevallom őszintén, hogy nem láttam olyat, aki úgy futballozott volna, ahogy egy ilyen. Ráadásul hát az első mérkőzésen jó magam is kim voltam, gyerekeket vittem ki, több százat, hát bevallom őszintén, nagyon jól éreztük magunkat már a mérkőzés előtt, közel teltház volt Újpest, tehát azért valljuk be, hát ez kiszámított erre, tehát egy jó szervezés volt, tehát minden adott volt ahhoz, tehát az, és akkor ezek a 19 éves gyerekek, teljesen mindegy, hogy milyen okból, de nem tudták azt nyújtani, amit ők gyakorlatilag. Egy osztrákok pillanatok alatt lenulláztak bennünket, és ez fáj. Tehát ezt azért meg kell vizsgálni. Ennyi azért nem lehetünk lemaradva. Nem az edző felelősségét firtatom, hanem az egész felkészülést és minden olyat, ami ezzel kapcsolatban van, és ami miatt nem tudták kihozni egyénileg ezek a gyerekek. Gondolom, olvastad te is, hogy a Honvéd egykori olasz edzőjének a bírálatát az utánpótlással kapcsolatban, ami meg is jelent, hogy az újságban is. Igen, olvastam, meg beszédtéma is volt, maradjunk annyi az én körömbe, és hát valaki megjegyezte, aki ott edzősködik, hogy teljesen rendben van az egész, de mi lett volna, ha egyszer egy edzése ki is jön? Tehát életében nem volt, ott edzősködött a Honvéd, sose volt egyetlen egy utánpótlás edzésen sem ki. Tehát ő is csak pufogtatta azt a frázisokat, amit nagyon sajnálok, de sokan megteszik itt Magyarországon, még olyanok is, akik valamikor aktív labdarúgó volt, hogy nincs benne a labdarúgásban, és azt mondja, kérem, ott a hiba, hogy a 6-12 éves gyereknél rossz a kiválasztás, kevés az edző, nem elég hatékonyak az edző, stb. Tehát ez nem ilyen egyszerű, én úgy gondolom, az övé is egy kicsit olyan fellengzősnek tud, hogy ő tud mindent, akkor kérem, jöjjön ide, aztán dolgozom. Tévedett egyébként, amiket mondott, az nem úgy van? Hát sok minden nem úgy van. Tehát azért már messze nem úgy vannak bizonyos dolgok. Nem vitatom, hogy az utánpótlásban nagyon sok probléma volt, és ez a mondjuk itt nagyon
szép szóval élve forráshiányos volt a labdarúgás. Azért, megmondom őszintén, az elmúlt 3-4 évben itt óriási változások vannak. Ezt azok tudják egyébként Isten igazából lemérni, akik mondjuk, hogy mondjam, akik abban az időben, mint szülők, mert gyerekek ugye más, de a szülők, akinek mondjuk volt 8 éves a gyerekük, és ők vették nem csak a labdákat, meg a cipőt, meg a felszerelést, hanem ezen kívül még néha hozzásegítették ahhoz is a csapatot, hogy a busz szereztek hozzá, hogy egyáltalán utazni tudjanak, az, hogy hálót vegyenek a kapura, stb. Millió olyan dolog. Most, ha kimegy valaki egy Bozsi programba, amit egy kívülálló nem igazán néz meg, ugye akkor azt látja, hogy mindenki, hogy megérkeznek, egyen melegítőben vannak a gyerekek, stb. Tehát külalapban mi már utolértük nyugatot, ezzel már messze nincsen gond, és nem az van, hogy diktálnak X-ek meg Y-ok. Jó, de ez lehet, hogy akadémiáknál már így működik, de legtöbb helyen, legtöbb kis klubban, egyesületben, egy vidéki kis NB3-as csapat utánpótlásánál még gondolom, nem igen változott a helyzet. De. Változott? Abszolút változott. Tehát mindenhol azt lehet látni, hogy a külsőségeiben, tehát a szerelésekben, hát nem volt a bólyák. De nem bólyák. A szülőknek kell most már állni? Nem. Hogy nem bólyák voltak, nem voltak bólyák, nem voltak labdák, tehát nem volt szerelés, hogy így mondjam. Mm-hmm. Tehát nagyon rosszul néztek ki. Ez most már mindenhol rendben van. Én azt nem vitatom, hogy esetleg még van egy-egy olyan egyes, de nagyon-nagyon kevés. Uh-huh. Tehát akik nem tudják fölvenni a versenyt, vagy valamiért nem akarják, vagy esetleg nem arra költik el azt a pénzt, amit uh-huh. egyébként arra a célra vesznek föl. Az, hogy van tagdíj, és van ilyesmi, hát ez mindenhol persze. van. Tehát ezzel most nem lehet, egyébként nem is lehet tagja valaki. De akkor röviden, ahogy kihámoztam a szavaidból, most már a klubok nincsenek rászorulva a szülők pénzeire, így van? És ezáltal most már nincs az a veszély, amit ugye meg is említett, ugye, hogy úgymond szülők bevásárolták a gyerekeiket a csapatba. Mert most már azt mondok, hogy fentről megkapják központilag a pénzt a klubok, van pénz szerelésre, mindenre, innentől kezdve most már nem lehet bevásárolni a gyereket. Nincs meg az a rés. Így van, ez abszolút így igaz. Én azt nem mondom, hogy nincsenek olyan szülők, hogy e fölött is még valamilyen esetleg próbálkoznak, vagy juttatnak ugye egyesületekhez pénzeket, de ezek már ilyen extra dolgok. Uh-huh. Tehát az, amikor mondjuk nincs olyan klubban szinte, amit ne rendezne, ne menne, plusz olyan eseményekre, plusz olyan tornákra. Rengetegen elkezdtek utazni Európába mindenfele, tehát kis egyesületek is, azért, hogy ők most egy megmérkőzzenek, most mit tudom én, itt a kelet-németországi régióba, vagy Csehországba, vagy bárhol, tehát akik már nem a szomszédba, hogy így mondjam, azért, hogy ők egyáltalán egy tornán részt vehessenek, és lemérjék azt, hogy ők, vagy rendeznek, rendkívül sok olyan csapat van, amelyik rendez óriási tornákat, sokba kerülő tornákat, és ez mind innen van a finanszírozás. Ez nem volt jellemző abszolút, ez csak az elmúlt 2 évben, hogy így mondjam, azelőtt ilyesmi nem volt. Akkor még idő kell, még ez érezteti teljesen hatását az utánpótlás eredményekben is azért. Így nem? van, a másik én azt mondom, hogy ami a fair play és a viselkedés, ami ugye jó magam is emlékszem még 20 évvel ezelőtt egy Vasasban, hogy mozgott az akkori jobbszélsőmnek az édesapja ott a vonalnál, hogy föl le sprintet, tehát le a kalappal az ő teljesítménye előtt, és mesélte a fiának, miközben ő rohangált föl le, hogy cseresz ki, rúgd el, add be, törj kapura, stb. Ez is most már megszűnt, a Bozsi program hatására kint vannak a nézők, nagyon jól érzik magukat, mondjuk így, hogy az a vérmes mindenáron való győzni akarás, amely jellemezte a gyermeklabdarúgásunkat, legalábbis a Bozsik program budapesti részén állíthatom, hogy ez már nincs, és ez reményre ad okot arra, hogy esetleg most már az edzők sem minden nyerni akarnak, hanem az egyént próbálják kiemelni, hogy ő legyen a jó, hiszen nincs olyan, hogy új héttel fölviszi valaki egész úgy azt a csapatot, és az lesz a válogatott. Hát ez butaság természetesen. Az U21-es válogatott élő, ugye személyváltozás történt, utolsó 2 meccs, ugye Dajka László lett ugye a kapitány. Mit vártok? Mit vár el ilyenkor a szakma 2 meccsen egy új kapitánytól?
Hát, hogy most személy szerint én ugye mit várnék erre. Hát én azt tudom mondani, hogy ami jó lenne az, hogy jó szeme legyen. Tehát ugye azt azért tudni kell, hogy egy szövetségi kapitányi munka az valami teljesen más, mint én egy klubnál vagyok. Egy klubnál fantasztikusan tud dolgozni a Csank Jani, fölépíti, megnyeri abban, most is megnyerte, mindegy, hogy milyen osztályban, stb. A szövetségi munka, ezt nem tanítják sehol. Ugye általában mindig az edzést, meg ezzel kapcsolatos dolgokat tanítanak. Magával az, hogy az én szemem hogy szúrja ki azt, hogy na, építsük fel a csapatot, ugye? Szokták mondani, hogy vedd a tenget, jó? Kapustot bízzuk rá a kapus edzőre. Na most, ugye van két belső hátvédem, van ott egy védekező, egy vagy kettő. Ugye itt már jönnek az, hogy mit, hogyan. Legyen egy irányítom, legyen egy befejezőm. De azokhoz én kitrakok. Ugye ezeket könnyű megtalálni, mert azért ezek egy kiemelt, mondjuk itt, hogy jó futballista, nagyjából ismeri őket az ember, de kikivel működik rendkívül jól, hogy hogyan tud alá dolgozni, igen, mennyire lesz alázatos, hogyan tudja ezt felépíteni. Megint azt mondom, hogy teljesen mindegy az eredmény. Teljesen mindegy az eredmény, ugyanakkor Magyarországon meg az a jó edző, akinek van eredménye, teljesen mindegy U7-ben vagy U21-ben, netán szövetségi kapitányként gondolkodik. Teljesen más, felkészültséget ígér, de én azt mondom, hogy a legfontosabb az, hogy milyen jó szeme legyen. Ha ez megvan a Dajka Lacinak, akkor sokáig ott maradhatok. Lehet, hogy most mást fog már játszani, mint Róth Antal idejében? Vagy hát ő volt korábban? Így van. Most ez is egy nagyon érdekes dolog, ugye a Róth Anti személye, mert valahol őt ennek a korosztálynak a specialistájává avanzsált, hogy így mondjam. Hát, mert nagyon mert hosszú éveket lett lehúzott már ott. Így van, tehát ugye mondjuk így, hogy a Csányi elnök úr előtt is volt, igen, ő már, aztán ővel is, és azért most megint oda vették, tehát őt azért valahova odaosztályozzák, igen, be az utánpótlás részlegbe, hogy így mondjam. Én nagyon jól ismerem, nagyon drukkolok is neki, mert sok mindenben ugyanaz a véleményünk. Tehát nagy valószínűséggel ő azért ennek a tudora, ennek a korosztálynak, hát bízom benne, hogy ez ki is fog jönni. Hát igen. Zárásként élvonalból górjunk vissza egy kicsit, jó? Ferencváros, Nyíregyháza 3-1, ugye az új stadionban ez volt az első bajnoki mérkőzés. Ha választani kellett volna, sem lehetett volna ennél jobb ellenfelet választani, mint a Nyíregyháza. Biztos vagyok benne, hogy nem szerettek volna bajnoki mérkőzés játszani a Vasassal, és nem csak azért, mert a Vasas MB2-ben van, ugye akkor ő nekik kellett volna egyen lejjebb menniük, hanem volt már egy stadionavató, ahol ugye a Vasas, térjünk már vissza, hogy a kívulások, valami Müller-Sanyi góljával a Vasas nyert 1-0-ra. Igen, egy biztos győzelem volt, úgy néz ki egyébként, hogy a Ferencváros is azért a magyar NB1-ben úgy rendben van, tehát azt lehet látni, hogy a győzelmek azért nagyjából fognak jönni. Ezt mutatta a tavasz, de most az indulás is megfelelő. A stadion hát gyönyörű, tehát azzal semmiféle gond nincsen. Hát a többi eredményt majd meg fogjuk látni. Igen, hát igen. Egyenlőre itt tartunk. Videótonról fog szólni a bajnokság? Én nem vártam ennyit a Videótontól, bevallom őszintén. Ugye most 5-0-ra verte meg az MTK-t például. Így van. Egy kicsit meglepett engem a Videóton, tehát hogy ennyit, tehát akkor tavaly valami nagyon nagy baj volt, tehát maradjunk egy, mert ugye itt edzőváltás, igen, volt, és nagyjából a játékosok is ugyanazok, tehát azért, sőt, talán egy kicsit most eltolódtak ők is a magyarok felé, ha minden igaz. Igen. Tehát úgy néz ki, hogy jó kézzel nyúlt oda. Én azt gondolom, hogy ha a Videóton így fog szerepelni, ott azért a közönség mellé fog állni. És akkor az megint csak egy jó lesz, nagyon jó dolog lesz a magyar labdarúgásnak. És ugyanez vonatkozik ugye a Ferencvárosra. De én azt mondom, hogy még az Újpest is, most egy közönségről beszélek, igen, nem is a csapatokról, egy Újpest is ugye úgy látom, hogy jobban összeszedte magát, ott is azért lehet látni egy szemléletváltoztatást is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy érdekes lesz ez a bajnokság, és főleg az, hogy egy kicsit több néző lesz. Nekem ez meggyőződésem. Azzal, mert ne is foglalkozzunk, hogy a nemzetközi kupában nem vagyunk ott. Most még egy meccsereig még ott vagyunk. Vagy esetleg csoda lehet? Lehet, szóval két góllal lehet nyerni, tehát én ezt messze nem zárnám ki, nagyon csikorog és nyikorog a gépezetük, ettől függetlenül lehet, ugyanakkor az megint csak elgondolkodható, most lehet abba belekapaszkodni, hogy
Tavaly már az első forduló után nem volt egy csapatunk, sem, nem akarok azonni, de nagyon hamar nem volt. Most azért úgy el egy-két fordulón keresztül mentünk és megpróbáltuk. Én úgy gondolom, hogy én inkább globálisan mondanám azt, hogy a magyar labdarúgásban most elindult egy magyarosítási folyamat, én legalábbis ezt vélem felfedezni. A tehetségek elől most majd az MB2 az abszolút kezd kitisztulni, tehát onnantól kezdve én úgy gondolom, hogy egy kicsit jobban a nézők is a futballt jobban, tehát nagyon nehezen szurkolhatok bármelyik icsnek, amelyik jugoszláv volt, jugoszláv tagállamokból, sokkal jobban mi gyerekünknek, hát ahogy szokták mondani, hogy lehet, hogy ez citrom és savanyú, egyébként ne nevezzük narancsnak, tehát mindenki ismeri a filmet, úgyhogy gondolom erről ennyit. Akkor alakul a magyar labdarúgás, az a lényeg, így végszóként meg lehet állapítani, ugye? Én abszolút pozitív vagyok, így van, ráadásul ugye ott a Bozsi programban is történnek ilyen finomítások, tehát az is egy vélemény szerint megint egy újabb előrelépés, aminek tudom, sokan azt mondják, hogy persze meg kell nekünk az elő, és az még meg milyen, kérem, hát azok 8 év múlva lesznek ott, 8-10 év múlva, tehát nem lehet meg, 14 éves Egerszegi Krisztina lehet, hogy megnyerte az olimpiát, ugye, de hát azóta nem sokan nyertek 14 igen. évesen, tehát a futball az még összetettebb innentől kezdve, tehát egy olyan 7-8 év múlva lesz ennek konkrét eredménye, én látok jeleket, pozitív jeleket. Köszönöm szépen, itt voltál. Én köszönöm a meghívást. További sportosat. A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birkózó Szövetség. A Dino Sporthíradó autós partnere a Prémium Autóház Kft. A Dino Sporthíradó motoros partnere az Asics Motorsport Ladies Team támogatója, az Asics Complex. A Dino Sporthíradó vizes partnere a Jet Power. Mert vizen száguldani jó.